A lengyeli óvodások műsorával kezdődött a település megújult faluházának átadója. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, fontos a közösségek erősítése, így azon épületek megléte is, ahol olyan programokat tudnak megvalósítani, amelyeknek közösség összekovácsoló ereje van. 58 millió forintos beruházásról beszélhetünk, ahol gyakorlatilag energia szempontjából, legalábbis a fűtés tekintve szinte teljesen önállóvá tudott válni ez a művelődési ház, illetve faluház. És hát azt gondolom, hogy a jövőnek az egyik útja ez lesz, hogy az energiahatékonyságot mindenféleképpen növeljük, és a helyi lehetőségeket próbáljuk minél jobban kihasználni. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően lengyel település évente megközelítőleg 2 millió forint energiaköltséget takarít meg, tudtuk meg a település polgármesterétől. Hőszivattyús fűtésrendszerünk lett, nagy napelemes rendszer van, ami reményeink szerint, ha nem is 100%-ba, de legalább 90%-ba a fűtésrendszerhez áramot is meg fogja termelni a napelem, és így saját forrásból tudjuk a fűtésünket is ugye megoldani, meg ugye nem kell akkor gázzal, meg mással fűteni, így a karbonlábnyomunkat is minél jobban lecsökkentsük, mert a mai helyzetben ez is nagyon fontos. A közel 60 millió forintos toppos forrásból a fűtéskorszerűsítés és a napelemes rendszer kiépítése mellett hőszigetelésre, valamint a nyílászárók cseréjére is sor került a lengyeli faluházban.